Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Líceum Televízió adását látják. Műsorunkat kezdjük a szomszédos Miskolc egyetemisták dokumentumfilmjével, a Ritka minta fehér holló őrs című alkotással. A kultúrantropológus szakos hallgatók munkája nem az első, s nem is az utolsó a sorban, hiszen több filmjük is levetítésre kerül a Líceum Televízióban. A dokumentumfilm után két vizsgafilmes etüd következik, melyet médiatechnológus, illetve rajz-vizuális kommunikáció szakos hallgatók készítettek. Először a Norbit láthatják, majd ezt követi a Vágom a fá című munka. Az Ifjú Tehetségek műhelye tartott előadást a Gárdonyi Géza Színházban január 17-én. A Művészeti Iskola tanulói a Suli Sztori című musicaljüket mutatták be a nagy érdeműnek. A történet az iskola növendékeiről szól. Apropója, hogy az évvégi vizsgakoncerten megmutathassák ének és tánctudásokat a gyerekek. A koreográfus Vas Sándor, a rendező Gyurica Lilian. Adásunkat az Eszterházy Károly Főiskola himnuszával zárjuk.